Water Lily és Water Willy. A kis tündérkéket Tatai Tibor grafikus művész alkotta, a Vizes Világbajnokság szervezőbizottsága pedig sajtótájékoztatót tartott, ahol bemutatták mindkettőt, plüss babaként is. Én tudom, hogy ott van a kult alatt, ilyen figura. Ezzel a mozdulattal Willy sorsa megpecsételődött. A sajtó pillanatok alatt kiderítette, hogy Water Willy már ismert a nagyvilágban, mégpedig szexuális segédeszközként. Willy az angol szlengben fütyit jelent. Nem mutathatjuk meg, de ezen a néven pénisz alakú vízipisztoly és fürdőkádban használható eszköz is kapható. De Lilivel sincs minden rendben. Bocmagor azt mondja, a figura kísértetiesen hasonlít az ő tervére, amit még februárban adott be a Vizes VB szervezőbizottságának. Májusban küldtek egy e-mailt, hogy a pályázat törlődött az időközbeni arculatváltás miatt, és egy ingyen jegyet, hogy honorálják, felajánlanak minden pályázónak, hogy honorálják a részvételt. Azóta az ingyen jeggyel kapcsolatban nem jelentkeztek. Viszont azzal se, hogy esetlegesen iklet forrásnak felhasználnák ezeket a pályamunkákat. Bocmagor ebben a zöld füzetben kezdte kidolgozni a saját figuráját, néhány lappal később el is nevezte Lilinek. Az ügyről szerettük volna megkérdezni a grafikust, akinek végül elfogadták a terveit, azonban az egyeztetett interjúra nem jött el. És hiába kerestük Gyárfás Tamást is. Az úszószövetség elnöke és a szervezőbizottság társelnöke nem nyilatkozott, telefonon csak annyit mondott, semmi köze a kabala figurákhoz. Boldogot, a VB első kabaláját még ő vonultatta vissza, miután a kutyáról kiderült, hogy vállalhatatlan. Boldog kimúlt. Hát tudni kell, hogy ő koraszülött volt, hát amit láttak. Ennek alapján most a VB kabala pályázatot meghirdetjük, tehát a kabalállatra. Így született meg Lili és Willy, akiktől az úszó szövetség már is elhatárolódott egy közleményben. Azt írják, hogy a világbajnokság szervezésében ugyan részt vesznek, de a kabala babak kiválasztása, elnevezése a Magyar Úszó Szövetségtől teljes mértékben független. Kerestük a világbajnokság szervezésével megbízott céget is, de kérdéseinkre adásunkig nem válaszoltak. A Vizes VB-t egyébként jövő júliusban rendezi Magyarország. Az eredeti tervek szerint 23 milliárd forintba került volna, de a költségek jelenleg már 90 milliárd forint környékén járnak. A Vizes VB-t szervező cég nem sokkal ezelőtt viszont válaszolt. Azt írták, hogy a nyertes kabala figurát tervező Tatai Tibor semmilyen formában nem merített a korábban beadott pályaművekből. A hasonlóság a cég szerint pusztán annyi, hogy mindkettő a vízililium motívumára épül.